Tisztelt Országgyűlés, Apáti István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a technológiai és ipari miniszterhez. Miért a magyar kisvállalkozásokkal fizettetik meg a háború és a választási kampányárát címmel? Apáti István képviselőt illeti a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter helyettes asszony. Július 4-én egy kormányrendeletben önök közölték a magyar társadalommal, hogy innentől kezdve kizárólag a lakosság számára kívánják fönntartani a rezsicsökkentés kedvezményeit. Egyben ezzel véget is ért a pozitív tényezők rövid felsorolása, legalább a lakossági fogyasztók körébre még megmaradt, őket még nem tették ebből a kedvezményből. Kirúgtak onnan legalább 30-40 ezer magyar mikro- és kisvállalkozót, akik nyilván jelentős áremelésre kényszerülnek, kénytelenek lesznek arra, hogy a rezsi emelkedés kedvezőtlen hatásait áthárítsák a vevőikre, a fogyasztóikra, de a VOSZ főtitkára szerint a tömeges csőd még így sem lesz elkerülhető. A legfinomabban szólva önök tévedésbe ejtettek, és tévedésben tartottak több tízezer, vagy talán több százezer magyar embert a választási kampány során, hiszen akkor még nem erről volt szó. Legalább 30-40 ezer mikro- és kisvállalkozó számára legalább háromszoros, ötszörös, de a legrosszabb forgatókönyv esetén akár hétszeres rezsi emelkedésre kell számítani. Ennek a kormányrendeletnek a megjelenéséig legalább a 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató, vagy a nettó 4 milliárd forint éves árbevételt el nem érő gazdasági társaságok, vállalkozások élvezhették a rezsicsökkentés előnyeit. Az 5. Orbán kormány első intézkedései egyikeként ezt kívánja most megszüntetni. Arról nem is beszélve, hogy mit lehet kezdeni azzal a vállalkozói körrel, ahol a vállalkozó vagy az ügyvezető állandó lakóhelye és a gazdasági társaság székhelye egybeesik, egy és ugyanazon a lakcímen van. Hogyan lehet majd külön választani a lakossági és a vállalkozási célú áram vagy gázfogyasztást? Történik mindez egy olyan gazdasági környezetben, amikor számos kedvezőtlen hatás, mely külön-külön is, egyenként is súlyos terheket ró egy kis vállalkozásra, együttesen van jelen. Gondolok itt a súlyos készlet, nyersanyag, alkatrész és munkaerőhiányra. Gondolok itt a történelmi mértékű, kb. 30 éve nem látott mértékű inflációra, a történelmi mélyponton lévő rekordgyenge forintra, és az elmúlt 2 évre, hogyha visszatekintünk, azt látjuk, hogy a második világháború óta nem látott rendkívüli intézkedésekkel, korlátozásokkal, tilalmakkal kellett szembenézni a lakosságnak és a vállalkozóknak egyaránt, és ilyen körülmények között bizony nem volt egyszerű egy vállalkozásnak sem a régi bevételi színvonalat fönntartani. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint nem a kisvállalkozókat kellene terhelni azzal, hogy a piaci rezsit robbantjuk rájuk egy ilyen kedvezőtlen gazdasági környezetben, hanem onnan kellene elvenni, ahol extra profit termelődött az elmúlt időszakban. Az általunk csak járvány szolidaritási adónak nevezett, önök által extra profit adónak minősített intézkedéseket kellene kiterjeszteni a vakcinagyártókra, a gyógyszergyártókra és mindazokra, ahol extra profit termelődött, nem a kisvállalkozásokat tönkretenni, akik a gazdaságfejlesztési miniszterrel ellentétben nem lesznek képesek ezt kigazdálkozni. Kérdezem miniszter helyettes asszonytól, hogy hajlandóak-e visszavonni az intézkedést, illetve ha netalántán nem, akkor milyen kompenzáció, milyen segítségre számíthatnak önöktől ezek a vállalkozások és a munkavállalói? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. 3 percet. Képviselői felszólalás. Megadom a szót Koncz Zsófi államtitkár asszonynak, aki az interpellációra válaszol, parancsol. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A háborús infláció már itt van, a háborús gazdasági válság pedig fenyegeti hazánkat. Sajnos azzal kell számolnunk, hogy a háború el fog húzódni, és ezt pedig a 2023-as költségvetés képes lesz kezelni. Az üzemanyagot érintő ársapkának, az élelmiszerekre vonatkozó árstopnak és a rezsicsökkentésnek köszönhetően Magyarországon az infláció nem emelkedik olyan mértékben, mint Európa más országaiban. A kormány tudja és érzi, hogy a családok számára jelenlegi 10% is megterhelő, azonban a kormány gazdasági intézkedései nélkül ez még további 5-6%-ot jelentene.
A költségvetés meg fogja védeni a magyar családokat, családok támogatását szolgáló rendszert és a rezsicsökkentést is. Kormány világossá tette azt, hogy a háborús körülmények és a brüsszeli szankciós politika ellenére biztosítani fogja a magyar családok részére a rezsicsökkentés eredményeit. Ennek köszönhetően jelenleg a magyar családok fizetik a legkedvezőbb rezsidíjakat az Európai Unióban. Az a cél, hogy továbbra is fenntartsuk a rezsicsökkentést a magyar lakosság számára, éppen ezért egy rezsivédelmi alapot hoztunk létre, amelyre a kormány 670 milliárd forintot fordít. Az elmúlt időszakban látványosan és több éves csúcsra emelkedett a nemzetközi piacon a földgáz és a villamosenergia ára. A rezsicsökkentés intézkedését továbbra sem engedik, hogy az elszabadult európai áram- és gázárak megjelenjenek a hazai lakossági tarifákban. A rezsicsökkentésnek köszönhetően 2021. augusztus végéig körülbelül 2162 milliárd forint maradt az állampolgároknál, azaz ennyi volt a megtakarításuk. Egy család évente átlagosan 170 ezer forintot tudott megtakarítani. A kormány továbbra is megvédi az ország biztonságát, a családokat, a gazdaságot, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket. És az a jó hírem a képviselő úr konkrét felvetésével kapcsolatban, hogy a kormány döntése értelmében 100 ezer kis és középvállalkozó, kis és mikrovállalkozó továbbra is részese marad a csökkentett áru energiaellátásnak, vagyis a védett rezsi költségvetésnek. A kis és mikrovállalkozásokat erősen sújtja a jelenlegi energetikai helyzet, ezért a kormány biztosítja számukra a rezsicsökkentés eredményeit. Ennek az intézkedésnek mindenképpen pozitív hatása lesz a kis cégek működésére. A támogatással a kormánynak az a cél, hogy a kisebb vállalkozások ne sérüljenek az energiaválságban, illetve ne kelljen emiatt változtatniuk az üzleti modelljükön. Köszönöm szépen a kérdését, és bízom benne, hogy megnyugtató választ kapott. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár asszony válaszát. Kérdezem, képviselőt elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, örülök annak, hogyha akár csak egy kis vállalkozó jobban jár holnap, mint amilyen volt a helyzet a mai napon. Válaszát azonban mégsem tudom elfogadni, hiszen azt ügyesen megkerülte, hogy ugyan miért nem tartják fontosnak, hogy az extra profit adót kiterjesszék akár azokra a vakcinagyártókra és gyógyszeripari cégekre, akik elképesztő haszonat tettek szert az elmúlt két évben. Miért, vagy hogyan fordulhat elő, hogy a kaszinók a mai napig nincsenek bekapcsolva a NAV online rendszerébe, és őket sem sújtják semmilyen extra közteherrel, illetőleg ott vannak azok a multinacionális tech cégek, amelyek szintén kiemelt haszonélvezői voltak az elmúlt két esztendőnek. Ők íratlan szabályok szerint mindig csak nyertesei valamennyi törvénymódosításnak és gazdasági változásnak. Hogyha ezeket a bátor, valóban szabadságharcos lépéseket hajlandók lennének megtenni, akkor a vállalkozók sokkal szélesebb körére is kiterjeszthető lenne tartósan a rezsicsökkentés. Köszönöm szépen! Köszönöm, tisztelt országgyűlés!